A Hímerházban rendezett ünnepségen köszöntötték Székesfehérvár pedagógusait pénteken. Az ünnepség elején az Arany János óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola növendékei adtak műsort, majd Cserpakovics András polgármester Székesfehérvár önkormányzata és közössége nevében köszönetét fejezte ki a város pedagógus társadalmának munkájáért. Adunk át Székesfehérvár oktatásáért díjat többet, illetve polgármesteri elismerő emlékérmet is olyan pedagógusoknak, akik a saját szakterületükön, saját intézményeikben kiemelkedőt alkottak, vagy éppen egy intézményt vezettek hosszú-hosszú esztendőkön keresztül, és persze rajtuk keresztül ismerjük el a pedagógus pálya nehézségét és szépségét, és nagy felelősségét egyaránt, úgyhogy örülök, hogy együtt tudunk lenni, együtt tudunk ünnepelni, és a hétvége azt hiszem, hogy sok helyen fog szólni arról, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, kedves pedagógus. A Székesfehérvár oktatásáért díjakat ebben az esztendőben Szabó Mónika óvodapedagógus, Uláné Wagner Erika óvodavezető és Balázsik Valéria, az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karának címzetes egyetemi docense vehette át, míg a Székesfehérvár ifjúságáért díjat Németné Csentei Gabriella érdemelte ki, aki 2012 óta diák önkormányzati munkát segítő pedagógusként támogatja a Székesfehérvári Diáktanács munkáját. Sokszínű intézményrendszerrel rendelkezünk. Székesfehérvár egy iskolaváros, egy diákváros, egy olyan város, amelyik büszke az óvodáira és az iskoláira. Fenntartótól függetlenül lehetünk erre büszkék, és arra is, hogy fenntartótól függetlenül tudunk jól együttműködni. Ennek egyik oldalán megjelennek a fejlesztések, a másik oldalán pedig megjelenik a szív és a lélek ezekben az intézményekben, köszönhetően elsősorban a pedagógusoknak, és ezért fontos az, hogy legyen egy olyan alkalom, egy kis ünnepség, ami abszolút nekik szól. Az ünnepségen pohár köszöntőjében Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, az óvónők, a tanítók és a tanárok megbecsülése kulcsfontosságú. Fontos, hogy értsék, lássák és érezzék, hogy a város közössége megbecsülés támogatja őket, és nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is.